Szervusztok, itt ülök a Aranypikely Horgászó partján a Maros Mix Club Car Team két jeles képviselőjével, Roskó Petivel és Fekete Karcsival. Hát a teljes csapat sajnos nem tudott most eljönni, úgyhogy őket a Molino fogja most képviselni. De hát szeretnék veletek beszélgetni egy kicsit a magyar bajnokságról, amit most az idén második alkalommal is sikerült mind klubcsapat szinten megnyernetek, mind pedig az egyéni bajnok is egy Tubertini Maros Mixes csapat lett, a Bodó Feri Banka Pali páros. Milyen volt ez a bajnokság? Ugye most egy háromfordulós bajnokságon vagyunk már túl, három különböző időpontban voltak a fordulók. Én úgy tudom, hogy az első az teljesen markánsan másabb volt az időjárási körülmények, meg minden, mint a másik kettőn, de hát erről beszéltek egy kicsit ti. Igen, elég szeszélyes volt az első forduló. Úgy gondoltuk az edzés alapján, amit kettő héttel az első forduló előtt, vagyis a 14 nap ugye a határ, az idő, amit meghatároznak, hogy magán a tavon horgászhatunk. Mi oda raktuk a legutolsó pillanatokra az utolsó edzés időpontot, vagyis hát az egyetlen egy edzésünk volt, amikor a vízhőfok 18 fokos volt, a levegő 25-26 fokos volt, ezzel szemben két héttel később egy olyan időjárási front betörés történt, vagyis hát változás történt, ami megemelte a tónak a vízszintjét, ezért kicserélődött a teljesen a víz. Úgy mondom, hogy az előtárazóban akkora mennyiségű vizet engedtek a tóra, hogy a tónak a vize lehűlt 10 fokosra. Mi nem erre az időjárásra készültünk, mi egy melegebb vízre készültünk, a maga a stratégiánkat is úgy építettük fel, hogy 15-18 fokos vízre, ezzel szemben 10 fokos víz fogadott minket a verseny kezdetén. Ez mellé még társult egy olyan idő, hogy viharos szél, naponta kétszer-háromszor záporok, zivatarok, jéggel tarkítva, 50 km-es szél, villámlással, és elkezdték ráengedni a víztározóra, az előtározóból a vizet, ezért nyitották a hátsó zsilipet is. Egy nap alatt 15 centit csökkent a vízszint, másnap 15 centit visszajött a vízszint, ez teljesen a halaknak a kapókedvét úgymond átforgatta. Mi az egyes csapatunk, ugye az, mi az A3-on ültünk, amiről sajnos nem értük el a medernek azt a részét, ahol ez a befolyó van, és mi nekünk 150-160-170 méterre is volt. Mellettünk ülő A1, A2 velünk szembe sokkal közelebb volt ehhez, és elérte, és könnyedén az ott tartózkodó halakat, ugye a vízszint ingadozás emelkedése miatt behúzódtak a mederbe, és ott tartózkodtak, és ők könnyebb, rövidebb dobásokkal meg tudták ezt horgászni. A B, illetve a C szektorba tartózkodó csapataink azok ugyanezt elmondhatták, hogy elég szeszélyes volt a halak kapókedve. Az első 48 órában igen nehezen indult meg nekünk a három csapatunknak a hal, de kitartottunk a végletekig, és ez meg is hozta a gyümölcsét. A B szektorba fel tudtunk jönni a második helyre, illetve hatalmas csatában a C szektorban harmadik helyen végeztek a Banka Pali Bodó kettős. Ilyen folyamatosan ilyen 2-3 kiló különbség volt az első három helyezett közt. Hát szoros volt akkor már az első forduló is, viszont rossz idő ide, rossz idő oda, azért úgy tudom, hogy a tórekord halat már az első fordulóban meg tudtátok fogni, és jellemző volt egyébként a verseny hátralévő részébe is, hogy szinte minden fordulóban nagy testű halak akadtak nálatok horogra, tehát mondhatjuk azt, hogy nagyon sok rekordot megdöntött ez a csapat most az idei országos bajnokságon. A legnagyobb hal ugye kétszer megdőlt, egyszer ti fogtátok az első fordulóban, majd a harmadik fordulóban egy még nagyobb horogra akadt, a legnagyobb átlagsúlyjal, a legnagyobb darabszámú 10 pluszos halat is nektek sikerült fogni. Erről kérdeznélek benneteket, mert ez sokakat érdekelt ott a konkurens csapatoknál is, hogy mi lehetett ennek az oka, hogy nálatok azért jellemzően nagyobb testű halak akadtak a horogra, mint a többieknél. Na, nálunk úgy van felépítve a stratégia, direkt egy melegvizes, nagy halas etetőanyagot, pelleteket, illetve bojlikat gyártunk, és ezekkel horgászunk. Ez jobbára nagy halakat húzza, fogunk is testű halat is, de a maconkai tározóban elég sok nagy testű hal van, ami ugye a stratégiában, hogyha nagy halat fogsz, mondjuk 10 darabot, még a másik fog 10 darab 2 kilósat, azért az súlyt elég föltornázza nekünk. Ez ugye ezért is volt az, hogy az első fordulóban úgymond picit gyengében szerepeltünk, mert a melegvizes az etetőanyagunk, nagy halas, a nagy halak bejebb tartózkodtak, nem tudtuk igazából kihúzni őket, a vízáramlás se minket segített,
és lehet, hogy ezért is volt ennyire gyenge a szereplésünk. Nem tudom. Hát igen, valóban az első forduló egy kicsit döcögősen indult. Szerintem egy picit mindannyian meg is ijedtetek, hogy vajon mi lehet utána később, de hát nem olyan srácok vagytok, akik azért feladnák a versenyt már az első forduló után. Második fordulóban már tudtatok lefaragni a hátrányból. Én úgy tudom, hogy 2 pont hátránnyal fordultatok ugye a második forduló után, és a harmadik fordulóban pedig 4 ponttal sikerült, azt hiszem, hogy megszereznetek az elsőséget. Tehát nagyon szép hajrát csináltatok, és szerintem a harmadik forduló volt az, ahol igazán kicsúcsosodott az, ami nektek nagyon jól működik, ez a maconkai víztározón, ez a melegvizes, igazi nagyhalas móka. Erről kérdeznélek egy kicsit, Karcsi, hogy mi volt a horgászatnak a taktikája, vagy a módszere, hogy felszínen horgászatok, vagy fenéken horgászatok, a távolságnak volt-e szerepe, vagy az etetésnek, mi volt a titka ennek a dolognak? Hát mindenki a horgászatunk azon, tehát abból is épül fel, hogy mi nagyon nagy hangsúlyt fordítunk a helykeresésre, maga a medertörésekre, mederviszonyokra, ajzatra, milyen az ajzatunk iszapós értem, mint ez alatt, hogy esetleg kagyló, vagy akármilyen akadó, vagy bármi növényzet található az ajzaton. Mi erre építjük fel a taktikánkat. Az ABC szektorban a sorsolásunk úgymond jobban, vagy az AB szektorban jó sikerült, mi a C szektorban egy kis, úgynevezett kis halas pályára kerültünk, egy akadós pályára, egy igen nehezen meghorgászható területre, sekélyebb vízzel. Taktikánk azon alapult, hogy mit fogunk magunk előtt találni. Az AB szektorban a srácok a szokásos 90-110 méteres távolságon keresték a helyet, ott megtalálták a töréseket, amit találtak, illetve váltást, tehát iszap kemény váltást, oda próbáltak horgászni, kimérték, és illetve nekünk még a taktikánk a pontos horgászaton alapul, ami azt, tehát a koncentrált etetés, kis területű etetést foglalja magába. Nem 20-30-40 négyzetméter etetünk meg, hanem egy etetést csinálunk, amit próbálunk két oldalról, előről, hátulról meghorgászni. A másik még, ami a taktikánkat jellemzi, hogy nem mindig tartunk ki egy mellett, hogyha azt látjuk, hogy az az adott időben nem működik, akkor mindig váltunk. Tehát nekünk itt, hogyha a szélekre kell horgászni, mert azt látjuk, hogy a szélen forog a hal, széliről jön a jobb hal, nagyobb testű hal, akkor tehát a szektorunknak a széléhez próbálunk horgászni, de azért próbáljuk tartani a közepét, hogy a versenytársunk oldalról ne tudja meghorgászni a mi etetésünket, illetve a mi etetésünkről ne tudjon lehorgászni halat. Maga az etetésünk az egy átlagos etetés, tehát egy magos, pelletes, bojlis, illetve metódmixes etetés. Ez magába foglalja ugye a gombócot, a spombolást, a rengeteg csövezést, az éjszakai ugye nehéz etetést megtiltott, tehát 30-as átmérő nagyobb golyót nem juthatunk vízbe, akkor mi próbáljuk úgy felépíteni, hogy maga az a boiling egy olyan anyagból épüljön fel, amit dobócsövel könnyedén, nagy mennyiségben gyorsan be tudunk juttatni. Ugye limitálva van ez a mennyiség, tehát kilogramhoz van mérve. Ezt is szem előtt kell tartani, mivel bele kell férnünk ebbe a limitbe, de a halat is ott kell tartanunk az etetésen. Ezt mi éjszakára a dobócsővel oldjuk, meg nappalra a spombbal, illetve állványos parittyával. Ugye az etetésünknél figyelembe kell azt is venni, hogy 200 kg-os limitbe bele kell férnünk, és ezt az éjszakai etetésünk felépítésénél is előtérbe kell helyeznünk, hogy mit juttatunk be, hogy juttatjuk be. Mi ezt nagyobb méretű oldódó golyóval oldjuk meg, kiszámolva az, hogy óránként hány darabot kell bedobni, az milyen súlyúra jön ki egy 12 órás éjszakai horgászatnál, ez órához beállítva, csörgő órához beállítva, pontosan 40 perces ütemekbe, vagy 30 perces, attól függ, hogy kívánja meg a kapásszám, dobva, és illetve ugyanígy a botoknak a frissítése és ehhez az órához mérve van beállítva. Ez kapásszámtól függ, attól függ, hogy mennyire intenzív van, amikor ugye ránk áll a hal, és intenzív kapások vannak, akkor ezt az órát nem kell használni, de általában 45-50 percre állítjuk éjszaka is, vagy nappal is ezt az órát, de hála Istennek az első 24 óra leforgása után erre nincs szükség erre az órára, csak a dobócsövezésnél. Hát, mint ugye mondtuk, azért ez a rátok állt a hal, egész szépen rátok állt a hal a harmadik fordulóba, úgyhogy gratulálok ahhoz, hogy ismét sikerült megvédeni ezt a címet. Hát a többiek nincsenek most itt, de azt gondolom, hogy mindenféleképpen hangozzék el az ő nevük is, akik részesei voltak ennek a szép sikernek. Kik voltak a csapatban? Az egyes csapatunk ugye Roskó Péter, Fekete Károly, a kettes az Bodó Ferenc, Banka Pál, és a hármas csapatunk pedig Szirmai Tibor és Tóth Zoltán.
A csere embereink is részt vettek, hála Istennek, kivették a részüket a bajnokságból, illetve az edzésekből. Bosnyák Tamás, Súrnyák István és Feri Sándor, mint versenyzők. Nagyon-nagyon nagy szükség volt rájuk. Az idei évben a februári taktikai megbeszélésen ezt úgy döntött a csapat közösen, illetve nálunk a döntéseknek a nagyon nagy része, hál' Istennek, közös döntések, hogy szükség van a cseremberekre, hogyha kijutunk a VB-re, és már pedig mi ezt tűztük ki célul februárban, hogy kijutunk a VB-re, akkor egy olyan csapat, egy olyan segítő csapat álljon mögöttünk, amivel tisztesen hely tudunk állni Olaszországba. Hála Istennek kijutottunk, én azt mondom, hogy nagyon nagy küzdelem volt a tavalyi évhez képest, igen jeles ellenfelekkel. Én ezt itt szeretném megköszönni az egész csapatnak, mert mindenki tiszta szívből és tudásának megfelelően harcolt a végletekig, a harmadik forduló lefújásának az utolsó pillanatáig. És jön akkor Olaszország. Mi várható Olaszországban? Mit tudtok erről a vízről, Péter? Ez egy 130 hektáros tározó, igazából egy hűtőtározó, egy hőerőműnek a hűtőtava. Körbe van kerítve, tehát csak úgy nem horgászhatott senki. Egy 10-18 méter között van változó a meder vonulat. Egyelőre 60 horgászhely van, amik föl vannak számozva, és körbe ilyen kővel, ilyen kőbástyákkal van körbe rakva az egész tó, tehát a széle sem egy sima vad víznek felel meg. A meder viszonyok is nagyon változóak, tehát vannak benne akadós részek, van a víz alatt fa, vannak olyan részek, amik jobb haltartók. Hát ezt majd most a elkövetkezendő pár hétben megyünk edzésre, és majd ott kiderülnek ezek a nüanszok, úgymond, hogy egyáltalán mit lehet fogni, hogy lehet megfogni. Ez egy nagyon tiszta vízű víz, majd, hogy üvegtisztaságú, nagyon átlátszó a víz. Tehát itt Magyarországon azért ennyire nem vagyunk ehhez hozzászokva, úgymond az itteni halasvizekhez, hát majd ott meglátjuk, hogy mit mutat a víz magából. És hát kérdés az, hogy mire vissza kijutunk majd a világbajnokságra, akkor mit mutat. Tehát ez még egyelőre gyűjtjük az információkat, igyekszünk összeszedni magunkat. Ugye mondtátok azt, hogy edzésre is mentek, meg én tudom azt, hogy ez a versenyzés azért nem egy olcsó móka. Kik a támogatók, akik ebben segítenek, mert hát tudjuk nagyon jól, hogy nélkülük ez nem működne. Hát igen, elég nagy költséggel jár ez a sport, de hála Istennek az idejében a MOHOS, illetve a Team Hungary is nagyon mellé állt ennek a sportágnak most, vagy sportágnak. A MOHOS támogat minket, a Fishing and Hunting, az Ízvarázs, a Continental Contitec, az Arena Drink, ez egy ital nagy kereskedelmi vállalat, akkor privát hús, húsipari termékeket forgalmazó KFT, Balatoni Hallgazdálkodási ZRT, rengeteg kisebb és nagyobb vállalat, köztük a Top Mix, akkor a Tubertini Maros Mix néven, ugye, mint a csapat tulajdonos, és mint fő támogató a Tubertini, illetve a Maros Mix BT, akkor a Carzum támogat minket az idejében, hála Istennek, nagyon nagy segítséget nyújtottak ők is, és a Magyar Bajnokságon is támogatott minket, és így a világbajnokságon is támogat minket a Korda Horgászik gyártó vállalat. Sorolhatnám nagyon-nagyon sokáig, mert ilyen kisebb felajánlásokat nagyon sok egyéni személy is tett, ami az idejében nekünk nagyon-nagyon jó esett, mert gondoltak ránk és gondolnak ránk, hála Istennek, és ez a sport úgy néz ki, hogy felfelé ível, és mi erre megpróbáljuk erre az évet még feljebb tolni az idejében, hogyha sikerül, nagy reményekkel megyünk ki, 2 darab edzést tervezünk, illetve ugye a verseny a harmadik alkalom lesz, reméljük az időjárás is velünk lesz, nem lesz nagy változás az edzések, illetve a verseny időpontja közt eltelt időben. Ugye 14 nappal a verseny előtt mi már nem horgászhatunk a tavon, tavaly ez megtréfált minket, ez a 14 nap egy hatalmas változás volt, az idejében reméljük, hogy ez nem fog bekövetkezni. Készülünk minden hétvégén szinte valahol valamelyik csapatunk edz, próbál, mindig tartjuk egymással a kapcsolatot, mindig mennek az újabb és újabb információknak a megbeszélései, taktikai megbeszélések, folyamatosan napi szinten több órák szinte elvetelnek el.
hát rengeteg energiát fektetünk bele, és bízunk benne, hogy ez a belefektetett energia ez meghozza a gyümölcsét a VB-n. Hát akkor más nem is kívánhatok nektek, mint nagyon szép sikert ezen a világbajnokságon. Mindenféleképpen javítsatok a tavalyi hetedik helyezést, értetek el, úgy tudom. Igen. Ugye abban is reménykedni lehet, hogy azért hát, hogyha egyszer a dobogóra is felérkezik végre egy magyar csapat, mert minden verseny sportban, a horgászatban már vannak világbajnokaink, vannak világbajnoki szép helyezést elért versenyzőink. Én ezt kívánom nektek is. Hát remélem, hogy legközelebb már arról beszélgetünk, hogy hogyan sikerült ez a világbajnokság. Mindenféleképpen fogunk beszélgetni. Abban bízunk, hogy a remek helyezéssel tudjuk ezt megfűszerezni. Hát hajrá Maros Mix, hajrá Tubertini, és üdvözlöm a srácokat is. Találkozzunk akkor a verseny után. Sziasztok! Köszönjük! Sziasztok.